Egerszeg búcsút rendez az Együtt Zalaegerszegért Egyesület. A város védőszentje Mária Magdolna tiszteletére szervezett programot július 24-én vasárnap tartják. A szervezők egy igazi falusi forgatag hangulatát kívánják megteremteni. A helyszín a skanzen, valamint a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum lesz. 10 órakor nyitja a kapuit, ezt követően 11 órakor a fatemplom előtt lesz magának a búcsúnak a megnyitója, és itt kerül megnyitásra a Pajta Galéria is, ahol a 17. Zala-Szentgyörgyi Nemzetközi Alkotótábornak a művei láthatók. Ez egész nap nyitva lesz, 12 órától ökumenikus istentisztelet lesz a fatemplomba, 14 óra 30 perckor nyit a színpad, egészen a rendezvény zárásáig, este 8 óráig. A hagyományokhoz híven idén is átadják a Lokálpatrióta díjat. Ez a 13. alkalom, hogy a Zalaegerszegért végzett önzetlen munkát így módon ismeri el az Egyesület. Egy neves, rangos elismerés, tehát önmagában is művészeti érték. Annak a személynek, akit érdemesnek talál arra, hogy a civil közösség véleménye alapján érdemesítje a városi munkáját, elismerje a városért tett munkáját. Míg az Eze a városért végzett átlagon felüli önkéntes tevékenységet ismeri el, addig a Göcsei Múzeum a zalai népi hagyományok életben tartását tekinti kiemelt feladatának. A múzeumoknak fontos feladata a közösségekkel együtt, a közösségért dolgozni. Azért, hogy ebben a globalizálódó világban a helyi közösségek meg tudják őrizni tradíciójukat. És a múzeumoknak nem csak az a feladata, hogy ezt a tradíciót, a múltat bemutassák, hanem az is, hogy hozzájáruljanak ahhoz, hogy ezek a tradíciók tovább éljenek, nem csak a jelenben, hanem a jövőben is. Ennek megfelelően a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum is előtérbe helyezi a sokoldalú együttműködést a helyi szervezetekkel, csak úgy, mint a közösen szervezett programokat. A lehetőség ebben annyi, hogy a közös céljainkat, mint egy szinergiát jelenítünk meg. Én a látogatottság növelését látom benne, mint legfontosabb tényezőt, ami az Olaj- és Gázipari Múzeum tevékenységében egy nagyon fontos mutatószám, illetve azt a tudást, azt a felhalmozott technikai, műszaki, dokumentációs és egyéb kincsnek a bemutatását, amivel a múzeumunk rendelkezik. Az Egerszeg búcsún a népi mesterség bemutatók mellett táncos és zenés produkcióknak is tapsolhat majd a közönség.